Hétfalu a hegyek ölelésében. A Kúpidomú előhegyeknek tövénél hosszú falusor telepedett meg, mely egymás fölé aggatott fehérlő házcsoportjaival s domtetőkre biggyeztett számos templomaival sajátságosan vonzó képet mutat. A havas régió szép fenyvesei egészen a falukig lehatolnak, hol a vadon nagyszerűsége a polgárosodás vonzó képeivel ölelkezik. A fenyvesek sötét zöld tömegének, a gyümölcsösök világos zöld lombsátorával való találkozása, a természet ős erejének, az emberi szorgalom műveivel való összítésének kedves képét nyújtván. Így örökítette meg másfél száz évvel ezelőtt Orbán Balázs Hétfalut Székelyföld leírása című monográfiájának utolsó hatodik kötetében, és ilyennek látja ma is az utazó, aki a Kárpát-medence délkeleti szegletébe, a Barcaságba érkezik. Böjte Csaba ferences szerzetessel itt folytatjuk dél-erdélyi barangolásainkat, hogy szintén Orbán Balázs szavaival e félredobott drága gyöngyöt oda tűzhessük nemzetünk jövő nagyságának fényes koronájába. Hogy az eddig hozzájuk oly mostoha anya a haza figyelmét, érdeklődését és kötelességérzetét felkölthessük, ide irányozhassuk e szegény mártír nép felé, mely a szenvedések nagy iskolájában nemesült. Jézus Krisztus gyakran feljött a hegyre imádkozni. Itt van a falu, ahol szolgálsz. Gondolom, te is gyakran feljössz Isten áldását kérni a népünkre. Az ember feljön, leül, ránéz a településre, lenéz a hegyről, akkor eleve már egy olyan hangulatba kerül, amelyben kapcsolatban van az Istennel. És az imádság erről szól, hogy megtaláljuk a kapcsolatot Isten és ember között. És igen, szoktam jönni, nem csak ide, hanem bármelyik hegyen én ezt érzem, de gyere, menjünk tovább. Igen, igazából Zajzón határában vagyunk. Pontosan hol is vagyunk? A muszkaasztalon vagyunk. Muszkaasztal, na. Az oroszok itt állomásoztak. 48-ban? Igen, 49-ben. És kötelezték itt a három falu népét, hogy élelemmel lássa el őket. Az az érdekessége, hogy hát minden háztartásban mást főztek, azt ők egy nagy kondérba összeöntötték, aztán felhozták szegény katonának, hadd egyetek, amit ilyen kevert élelmet. A lecsó. Lecsó, igen. Akkor fedezték fel a lecsót. Mutat, itt nőttél fel ezen a vidéken, gondolom gyerekkorodtól ismered a hegyeket, járod, de mégis mit jelent neked az, hogy hegyi vezető? Miért választotta ezt a gyönyörű szép mellékállást? Lelkészként benne van a szóban is, a lelkeket vezetem, és hegyi vezetőként magukat, ugyancsak az embereket, de ugyancsak a lelket, mert nekem az a tapasztalatom, hogy ugyanhogy a templomba, amikor eljön valaki az istentiszteletre, egy más hangulatban, egy más lelkületben van, ahol azért jön, hogy valamit meghalljon, valamit megtudjon. Ugyanígy amikor a természetbe, a hegyekbe felmegyünk, nyitott szíveket találok lelki dolgok megbeszélésére is. Akármerre nézek, összefüggő erdők vannak. Mennyire kell félni a medvéktől? Inkább azok a medvék a veszélyesebbek, amelyek hozzászoktak az ember jelenlétéhez, és olyan háziállatként viselkednek egy picit, és akkor a tudatlan nem bátrabb. Igen, és az emberek is azt gondolják, hogy hát attól az még micimackó, meg lehet simogatni, etessük. Lehet egy szelfit készíteni vele, de a vadállat az mindig vadállat marad. Van egy jó mondás Erdélyben, hogy nem szabad a medvét etetni, melyik a medve a kezedből eszik, az fog enni a lábadból is. Ezek nagy hegyek, nem játék, könnyen el lehet tévedni, és ezért nagyon fontos, hogy a túra útvonalakon induljanak el, és túra vezetőket keressenek fel. Nem csak egyedül én vagyok hegyi vezető, magyar hegyi vezető a környéken, nem vannak még más magyar hegyi vezetők is, és biztos, hogy szívesen állnak az ide látogatók rendelkezésére.
nagy szeretettel köszöntelek, Csaba testvér, itt a Kárpát-kanyarba. Itt tényleg a Kárpát-kanyar van, hisz ott látható a Csukás, ez a hegység pont a kanyarba helyezkedik el. Valamikor itt volt Erdélynek a fő hadútja, minden hadsereg gyakorlatilag itt támadott Erdélyre, de Attila is itt üzte ki Atanarik gót királyt. Tököli Imre is itt menekült el Isztambul fele, illetve hát ez sajnos fordítva is működött. Itt törtek be a tatárok, de még az 1700-as évekig is támadtak török-tatár csapatok itt ezeken a hágókon. Ez egy történelemmel telített hely, Erdély keleti kapuja, tehát nagyon forgalmas átjáró volt ez. Az Erdélyi Kárpát Egyesületnek az országos elnöke voltam 8 éven keresztül, most tovább folytatom ezt a munkát alelnökként. Minden héten országszerte több turát, több kirándulást szerveznek, be lehet csatlakozni bizonyos pontokba, bizonyos turákra elég könnyen, és részt lehet venni az itteni tevékenységekbe. Környéken mondtátok, hogy 5 olyan nagy 1800-1900 méteres csúcs is van, amit 20 kilométeren belül van, meg lehet látogatni. Kis földrajzi eligazítást tartasz nekünk? Ilyen egynapos turákkal, csillagtura-szerűen, ha valaki itt száll meg, akkor 5 nagy hegyet is meglátogat. Hát, hogyha innen indulunk ki, akkor mindenképpen a Csukás az első hegy, amire fel lehet menni. Azután, hogyha itt körbe tekintünk a Kárpát-kanyarba, a következő nagy hegy a Nagykőhavas. Ha tovább tekintünk, észrevehetjük a Keresztényhavast. Kereszténynhavas lábánál helyezkedik el Brassó-Poljána, az ország leghíresebb sítelepe, a Bucsegy is kiváló turisztikai látványosság, illetve hát úgy szoktuk mondani, hogy itt Erdélyben, hogy vannak hegyek, és van a Királykő, gyönyörű sziklaormaival, mészkő szirtjeivel, nehéz hegy, te is elmondhatod, viszont gyönyörű hegy. Királykő alatt zajlott le Tököli Imrének a híres Zernyesti csatája, mint annak idején Hannibál az Alpokon, ő átkelt lovakkal és a teljes hadifelszereléssel a Királykőn, és Zernyest alatt hátból támadta meg az osztrák seregeket, tehát ez egy kiváló csata a magyar történelemből. Innen látszik egy pár hétfalusi csángó falu is. Nem tudom, mit látunk itt? Ezek a pürkereci házak, majd itt közvetlen alattunk helyezkedik el Tatrang, és hát ha bevesszük a kanyart, mint egy 4-5 kilométer múlva érünk négy faluba, előttünk pedig Brassó látszik a Cenkkel, a Tatrang vize itt folyik végig a nagy barcamezőn, majd ömlik bele a Fekete Ügybe. Hát innen szép kilátás nyílik. 6 nap múlva Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és Jánost, a testvérét, és fölvitte őket külön egy magas hegyre, és színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. És íme megjelen nekik Mózes és Illés, s beszélgettek vele. Péter ekkor azt mondta Jézusnak, Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, csinálok itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Az egyházközségben úgy hányan vagytok? 600 lelkes gyülekezet Zajzon, magyar többségben magyar falu. A Kárpát-medencének pont a kanyarában vagyunk. Maga a helyzet is meghatározza az itt élő embereknek egyrészt a lelkületét, hogy itt a határ mellett éltek. Melyik is az a 7 falu? Melyik oldalról vegyük? Induljunk a végétől mondjuk akkor. Pürkerec, Zajzon, Tatrang, utána megyünk fel 4 faluba. Hosszú falu, Alszeg, Felszeg, Csernád falu, Türkös, Bács falu. Na,
Megvan a hét. Ide erre a vidékre nehezebben jönnek el Magyarországról is a testvérek, túl messzinek találják, de én úgy gondolom, hogy Erdélynek ez a határvidéke, ez nagyon szép, és nagyon, nem csak vallási szempontból, nem csak kulturális szempontból, hanem főleg természeti adottságokból is nagyon nagy szépséget rejt magában, amit sokan nem ismernek. De mi azért szeretünk itt lenni és itt maradni, itt maradunk, mert nem tudjuk itt hagyni ezt a szép környéket, ami körülvesz itt bennünket. Evangélikusnak lenni itt egy dolog van, amire nagy hangsúlyt fektetünk, az az ige és az ige hirdetés. Valamilyen szinten az emberi értelemre próbálunk hatással lenni. A hit, az Istennel való kapcsolat, az nem csak egy olyan dolog, amit a lelkészek, a papok vagy az okos emberek érthetnek meg, hanem minden ember a kérdéseket felteszi, azokra megkapja a válaszokat is. Zajzon egy hagyományos falusi gyülekezet, minden embernek az életében itt gyerekkortól egészen a halálig az egyházi események és a magánéletnek a különböző eseményei mind összefonódnak. Tehát gondolok itt keresztelő, esküvő, temetést. Például most virágvasárnapján konfirmáció volt nálunk, 9 fiatal konfirmált. Túl pici volt a templom. Itten olyan tradicionális értékek maradtak és élnek még, ami lehet a nagyvárosokba elkopott, és én azt gondolom, hogy érdemes ezt a vidéket meglátogatni. Egy katolikus is, vagy egy más felekezethez tartozó is, minden további nélkül ez idők már lejártak a vatikáni zsinattal, meglátogathat, sőt egy vasárnapi istentisztelete, ha nincs katolikus templom közel, részt vehet egy evangélikus istentisztelethez. Én azt gondolom, ez a két felekezet van talán a legközelebb egymáshoz, tehát ugyanúgy itt is jelen van az ige, Isten igéje, és ugyanúgy az ige liturgiája mellett az áldozati liturgia is jelen van, tehát ti is hiszitek, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, ha szépen hívjuk, szeretette, közénk jön a kenyér és a bor színében. Az úrvacsorában, így igaz. Igen. Én úgy gondolom, hogy a mennyek országában Jóisten nem terít külön asztalt a katolikusoknak, a reformátusoknak, az evangélikusoknak, hanem egy asztalhoz kell ülni. Úgyhogy az örökké valóságban együtt leszünk, hát akkor szokjuk meg már ezen a földön is, hogy összetartozunk. Örülök, hogy ellátogattál hozzánk, Csabot is. Örömmel. Mondjuk el együtt a mi atyánkat. Mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.